Sok processzoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban címmel rendezett szakmai konferenciát a PTE PMMIK informatikai kara. A konferencia eredményeként a TÁMOP pályázati program egésze bemutatja a résztvevő három egyetem által fejlesztett tananyagokat. Ebben a TÁMOP projektben igyekszünk bemutatni az elkészült tananyagokat, hiszen a projekt arról szólt, hogy új, aktuális tananyagokat dolgozzunk ki, és ezeket most itt bemutatjuk a kollégáknak, nagy közönségnek, a informatikai cégektől jövő kollégáknak is. Úgyhogy ilyen módon próbáljuk ezt népszerűsíteni és bemutatni más embereknek is. Milyen projektek készültek el? Ez főleg egy informatikai pályázat volt, ahol sok processzoros rendszerekkel foglalkozunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az asztalunkon van egy számítógép, és ebből mondjuk 100-szor annyi van egy szekrényben például, és a tanárok azzal foglalkoznak, hogy egy ilyen rendszert hogyan lehet programozni, használni, felügyelni, működtetni például. A projekt milyen együttműködést kísér, hiszen itt van az Óbuda Egyetem, itt van a Debreceni Egyetem, tehát mi az együttműködésnek a lényege, a kulcsa? Három egyetem dolgozott együtt, valóban Óbuda, Debrecen és Pécs, mind a három egyetemről az informatikai karok dolgoztak együtt. Ezen kívül most, ha minden igaz, a konferencián részt vesz majd Szegedről is, Győrből, a Széchenyi István Egyetemről és egyéb helyekről is jönnek kollégák, akik megismerik, illetve reményeink szerint felhasználják ezeket az anyagokat. Az elkészítésben viszont csak a három egyetem vett részt. Hogy látja a pozícióját a polláknak ebben a projektben? Hát mi voltunk a konzorciumi vezetők, úgyhogy én reményem szerint erős pozíciónk van és volt. Igyekszünk ezt továbbfejleszteni. Nem mondom, hogy kiemelkedő, mert nagyon sokan foglalkoznak az országban ezzel a témával, de szerintem a vezetők közé tartozunk. Szerintem sikeres volt a projekt, azt hiszem mindent sikerült elérnünk, amit szerettünk volna. Hiánypótló volt minden szempontból. Párhuzamos programozások, processzoros rendszerek azok vannak már egy ideje a köztudatban, és eszközöket is használunk, szinte már egy telefonban is több processzor van. De általában az oktatási anyagok azok nem terjedtek el, vagy nem készültek el. Komoly könyvek vannak, de jegyzetek, egyetemi jegyzetek azok kevésbé elérhetőek. Úgy ítéli meg, hogy ez hosszú távon fogja szolgálni az oktatás érdekeit? Mindenképpen, hiszen ezek a jegyzetek kimondottan úgy készültek el, hogy azok a hallgatók, akik a programozásban már valamilyen jártasságot szereztek, azok a párhuzamos programozás, a sokprocesszoros rendszereknek a programozásával kapcsolatos új információkat kaphassák meg ezekből a könyvekből, jegyzetszerű és oktató, és egy kicsit talán szájbarágosabb módon, amire a hallgatóknak igénye van több aspektusból megközelítve, és nem olyan tömören, mint ahogy ezt mondjuk egy szakkönyvtől lehet elvárni. A konferencia lehetőséget teremtett egyrészt a szakma képviselői közötti információ cserére, másrészt az információs technológia területén elismert vállalkozások aktív részvételével az újonnan elkészült tananyagok piaci bemutatkozására. A Unisys Magyarországon informatikai outsourcinggel foglalkozó szolgáltató központot vezet, és az alkalmazataink jelentős része közvetlenül az egyetemek után érkezik hozzánk. Informatikai alaptudással és nyelvtudással rendelkező kollégákat keresünk folyamatosan. Nincs is annál fontosabb tevékenységünk véleményem szerint, mint hogy minél szorosabb kapcsolatot építsünk ki azokkal az egyetemekkel, akik a mi utánpótlásunkat biztosítják. Én azt gondolom, hogy az egyetemi tudás és az egyetemi oktatás során az a legfontosabb, hogy a hallgatók minél jobban olyan témákkal foglalkozhassanak, ami valóban korszerű, ami előremutató, amit nem tegnap csináltunk, hanem holnap fogunk. Mi a szolgáltatóközpontban igyekszünk azokkal olyan tevékenységekkel foglalkozni, amiket ma mi csinálunk a legjobban, és így nyilván nekünk fontos, hogy a legfelkészültebb hallgatók jöjjenek hozzánk. A magyar és angol nyelvű tananyagok között vannak elméleti programozási modelleket és gyakorlati megoldásokat feldolgozók egyaránt, amelyek beépülnek az akkreditációs anyagokba és képzési programokba. Manapság minden, ami számít, teljesítményt hoz, az több magas processzor. És a másik, ami fontos, a magok száma két évente duplázódik. Tehát egyre nagyobb a teljesítmény, ennek a kiszolgálása, egyre nehezebb hardverben, szoftverben, és ez nagyon sok ütletet hoz magával. Hallgatókat erre föl kell készítenünk. Én örülök ennek a projektnek több szempontból is. Egyrészt ennek kapcsán sikerült Debrecenben a mérnöki informatikus MSC szakot is akkreditálni, tehát ez a projekt valahogy összefügg ezzel is egyrészt.
másrészt nagyon fontos, ma már ugye mindenhol párhuzamos dolgokkal találkozunk, tehát nem csak a szuperszámítógép, hanem az asztali gépek is több maggal rendelkeznek, több processzorosak, az okos telefonjaink is, tehát nagyon fontos a mostani mérnök informatikus és a többi informatikus hallgatónak is, hogy ismerje ezeket a dolgokat, az alapjaitól felépítve egészen különböző technológiákig, tehát hogy ebben jártasságot szerezzenek, és a projekt az tulajdonképpen erről szól, hogy ezekhez nyújtunk mi tananyagokat. Természetesen a projektben nagyon fontos, hogy ezek a tananyagok, illetve eleve a projekt úgy szól, hogy 5 éves időszak alatt a projekt után ezt a szerzőnek aktualizálni, frissíteni kell, és ezt meg is fogjuk tenni ennek megfelelően, hogy ebben az időszakban végig ezek használható anyagok legyenek, de reményeim szerint a legtöbb anyag ezután is. Vannak olyan oktatóink, akik ezután is biztos, hogy gondozni fogják az anyagot, ha máshol nem a saját honlapukon, de az anyagok többsége az valószínű ezután is használható marad. Hogy értékeli a 3 egyetem együttműködését? Ez egy érdekes kérdés. Én személy szerint először vettem részt ilyen együttműködésben, és volt több egyeztetés, ahol különböző problémákról, különböző álláspontokkal találkoztunk, de mindig sikerült kialakítani azt a közös egységes álláspontot, ami a projektet előre vitte.